Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2021. március 12-én este 7:30-kor. Jó ütemben haladnak a munkák, zajlik a közművek cseréje a Szentháromság téren. A messzesi kerékpárút kálváriája van, de még sincs. Rekord számú résztvevővel zárult az online szavaló verseny. Lóháton, udvarban vagy a hálószobából szóltak a Petőfi versek. Folyamatosak a munkák a Kalocsai Szentháromság téren. Zajlik a közművek cseréje, mely keretében jelenleg az ivóvízhálózatot fejlesztik a szakemberek, így 10 napra lezárásra került a Hunyadi utca egy szakasza. A felújítás koordináló főegyház megyei főépítész elmondta, jól tartják az előre meghatározott ütemet. Vaskos, régi, elrozsdásodott és elhasználódott csövek fekszenek a Kalocsai Szentháromság téren feltárt árkokban. Szemmel láthatóan is időszerű volt a cseréjük. Folyamatosan zajlanak a téren a rekonstrukciós munkák, mely keretében cserélik a közműveket, így a villany- és vízvezetékhálózatot. Most többféle munkafolyamat zajlik, ami talán a leglátványosabb, éppen a szennyvíz vezeték cseréje és az ivóvíz vezeték cseréje folyamatban van. Itt láthatjuk a régi, nagyon elavult vezetékeket. Ezek a szakaszok okozzák a városnak még azon nehéz pontjait, amely bármikor csőtöréssel fenyegetve egy egész városrészt megállít az üzemelésben. Jelenleg a munkákkal érintett területek elzárásra kerültek a forgalom elől, így most a Hunyadi utca egy szakasza sem járható 10 napig. A földhivatal is új bekötést kap, ugyanis a csere érinti a teljes Szentháromság tér keresztmetszetét egészen a Bozsó utca aljáig. A régi vascsövek pótlására nagy szükség volt már, ugyanis nagyon rossz állapotban voltak. Ezt most saját szemmel is lehet látni. Itt az ivóvíz vezeték szakaszt ki is zárták már, valamelyik nap el is tört a vezeték, annak a végét is lehet látni, tehát ezek nagyon sérülékeny, nagyon törékeny vezetékek. Ezt konkrétan a tervezéskor is már tudtuk, hogy ezeknek a cseréknek ideje van. Ezzel együtt azonban ugye cseréljük magát a világításhálózatot, és látható most már az a földmunka is, ami a tükörképzésnek, tükörkialakításnak is a gépi munkája. A főépítész asszony elmondta, jól tudják tartani az előre meghatározott ütemet, így hamarosan elkészülhet a tér felújítása. Háláját is kifejezte az önkormányzat felé, mindkét fél szerint ugyanis jó az együttműködés és a közös munka. A térfelújítás mellett ez egy nagyon fontos lépés, hogy a téren áthúzódó közműhálózatok rekonstrukciójára is sor kerülhet, illetve az érsekség részéről a korábbi tervekkel szemben egy többletvállalás is a napokban létrejött, ugyanis a Bozsó utcában található a földhivatal és a hotel közötti területen található ivóvíz nyomóvezetéket is ki fogják cserélni saját költségükön, tehát ezzel is a városnak a tulajdonában lévő ivóvíz hálózat felújítása az egy nagyon-nagyon komoly segítséget tudnak nyújtani. A munkák miatt ki kellett vágni a cukrázza előtti fákat, azonban ezeket a későbbiekben pótolják, továbbá parkosítják is a területet. Ahogy a tervekben szerepel, minden fát pótolunk, ide is 2 nagy fa is kerül, és kisebb fák is kerülnek, sőt, nagy növényfelület kerül. A barokk cukrászdának is egy nagyobb kiülős terasza lesz, elválasztva a dohányzó, nem dohányzó részt, illetve helyén marad egyébként a tomori szobor is, köré építkezünk, a körül is kialakul egy ilyen kis terecske, sétáló, pihenőtér. A főegyház megyei főépítésszel készült interjúnkat a Szentháromság tér felújításáról teljes terjedelmében megtekinthetik gazdasági magazin műsorunkban. Dr. Févé Géza polgármester múlt heti sajtótájékoztatójában beszélt a messzesi kerékpárút sokak által régóta várt felújításának ügyéről. Sajnos a fejlesztése még várni kell, mivel a kerékpárút létesítésekor fontos adminisztratív lépések maradtak el, amelyek pótlása nélkül nem lehet pályázni, illetve bővítési szándék esetén az engedélyeztetés is nehézségekbe ütközhetne. A tavasz, valamint a jó idő sok embert arra ösztönözhet, hogy a szabadban kapcsolódjon ki, mondjuk egy hosszabb vagy rövidebb kerékpártúra alkalmával. Egy-egy ilyen biciklis kirándulás során kiváló úti cél lehetne a messzesi Dunapart, azonban a kerékpárút leromlott állapota sokakat visszatart. Van egy csodálatos Dunapartunk, ahová ki tudunk menni biciklivel, de nagyon jó, és
szóba kerül, és tőlem is nagyon sokan kérdezik, és személyesen is tapasztalom, hogy nagyon rossz állapotban van, nyilván évek óta rossz állapotban van a Messesre vezető kerékpárút, és újítsuk már fel. Én is ugyanígy gondolkodom, nagyon sok elavult, leromlott épületünk van, ezekben nem is akarok belemenni. Messesi út, Messesi úti kerékpárutat újítsuk fel, rendben. A polgármester hozzátette, hogy ez sajnos nem egy egyszerű feladat, ugyanis a kerékpárút fizikai állapotánál már csak annak adminisztratív állapota rosszabb. Egy jó pár hónappal ezelőtt derült az ki, hogy a Messesi úti kerékpárút teljes terjedelmében nincs feltüntetve az ingatlan nyilvántartásba, nincsenek a Messes felőli résznél a telek határrendezések kisajátítás befejezve. Úgyhogy ha valaki megkérdezi, és egy pályázathoz be kellene nyújtanunk a Messesi kerékpárútnak a dokumentációját, ezt nem tudjuk megtenni. Hiába mondjuk azt, hogy van, de még sincs. Dr. Filvig Géza kiemelte, hogy nagyon igyekeznek az elmaradt hiányzó feladatokat, iratokat pótolni, de sajnos a telekhatár rendezések és a kisajátítási folyamatok sok időt vesznek igénybe. Ez 20 éve építették meg ezt a kerékpárutat. Nagyon kevés irat lelhető fel a hivatalban a kerékpárúttal kapcsolatban, úgyhogy sajnálatosan azt tudom mondani, minden kerékpározónak és magam is nagyon szomorúan konstatáltam, hogy először adminisztratíve kell rendbe raknunk a kerékpárutat, és utána tudjuk a felújításnak az előkészületi munkálatait elvégezni. Nagy sikerrel zárult a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár meghirdetett online szavaló versenye, hiszen rekordszámú jelentkező küldte el a videóját, ahol Petőfit szaval. Volt, aki mindezt Lóháton tette, vagy épp a házuk udvarán, ünneplőben, kokárdát tűzve mondta a sorokat, és akadt, aki egyszerűen a szobájából szavalta a kiválasztott verset. Petőfi Sándor, 1848. 1848, te csillag! Te a népeknek hajnal csillaga! Megvirradt, fölébredett a föld, fut a hajnaltól a nagy éjszaka. A versenyt 5 kategóriában hirdette meg az intézmény, így az általános iskolások mellett a középiskolásoknak is jutott hely. A felhívásra 108-an neveztek. Itt persze zömével kalocsaiak neveztek. A kiírásban nem írtuk ki, hogy városi szavalóverseny, csak ez volt kiírva, hogy online szavalóverseny. Így lehetősége volt ugye nem kalocsaiaknak is nevezni. Bátyáról, Hajósról, Uszódról, a Győr-Moson-Sopron megyei Agyagos-Szergényről, a Fejér megyei Mányról, valamint Vajdaságból Zenta és Csókáról, és romániai Maros megyéből, Segesvárról jöttek be szavalatok. Nagyon örültünk neki, nem volt már régóta ilyen sikere egy szavalóversenynek. A beküldött pályázatok elbírálására a Kalocsai Tália társulat 3 tagját, Lakatosné Jambrik Ibolyát, Balogh Csaba Zoltánt és Póli Robertet kérték fel. A zsűrinek nem volt könnyű dolga. Legszebb ország hazám az 5 világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, mely tekintetet vét a Kaszpi tenger habjain is túl. És rónasága, mintha a föld végét keresni, olyan messze-messze nyúl. Elég hosszadalmas munka volt, hát 108 videót többször végignézni, de sikerült dönteni, és reméljük, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgál a zsűrinek a döntése. Mi nagyon örültünk ennek a nagy létszámú jelentkezőnek, kicsit több munkát adott, de reméljük, hogy a jövőben is így lesz, hogy ha bármelyik pályázatot megkérdetjük, sokan fognak jelentkezni. A nyertesek könyvutalványban részesülnek, és mindenről e-mailben értesítik őket. Az eredményeket a Kalocsai Művelődési Központ és Könyvtár közösségi oldalán 2021. március 12-én teszik közzé, a kategória győztes videókat pedig március 15-én délután szintén itt a közösségi oldalon lehet megtekinteni.
Nemrégiben adták át az új Dunahíd munka területét a kivitelezőnek, így már megkezdődtek a földmunkák és a régészeti feltárások is. A tényleges építkezés néhány hónapon belül indulhat, melyre már Fogtő is nagyon készül. A tervek szerint a település új, nagy teherbírású úttal is gazdagodik a projektnek köszönhetően. Rendhagyó módon online formában tartották meg azt a fórumot, mely keretében hivatalosan is átadásra került a Kalocsát-Paksal összekötő új Dunahíd munkaterülete. Ezzel megkezdődött a tényleges kivitelezés. Nagy, látványos munkák azonban még nem indultak, jelenleg a talajmunkákat végzik a szakemberek. Aki kimegy ide a területre, amit van a Fogtői körforgalom után, az láthatja, hogy ott gépek dolgoznak. Kivágták már az erdőt lent a töltés mellett, szedik ki majd a tuskókat, szedik le a humuszréteget a leendő út nyomvonaláról, tehát most már nekiálltak és hozzáfognak, és az idén már, hogy is mondjam, látható dolog lesz, hogy tényleg lesz út, tehát a kételkedőknek el tudom mondani, hogy már pedig lesz híd. A Giga projektre Fogtő is nagyon készül. Több fejlesztéssel is gazdagodik a település a beruházásnak köszönhetően. Többek közt új, nagy teherbírású út köti majd össze a községet, a hidat és Kalocsát, mely munkálatai szintén indulnak. D-kategóriás nagy teherbírású út lesz lehet, hogy az 51-estől fel fogják újítani ezt a úgynevezett bekötő utat, ipari utat, de hogy az ipari út kezdetétől ki a Glencore-ig, meg föl a hídra, D-kategóriás, tehát nagyon nagy teherbírású, kis szélesített út lesz, stráda lesz gyakorlatilag a mi viszonylatunkban, mert ha körülnézünk az 51-est vagy az 52-est távolabb, ahhoz képest ez egy szuper autópálya lesz. A Paks 2 projektre is nagy reménnyel tekintenek Fogtőn, mind munkahely lehetőség, mind pedig fejlesztések szempontjából. A Paks 2-nél azért csak mozgolódnak és csak beindul. Valószínű lehet, hogy az idén már beindul valami komolyabb földmunka. Hát még egyelőre 74 km vagyunk Pakstól, tehát még egyelőre nem szippantja a munkaerőt. De bízunk benne, hogy ide is átjut abból az óriási pénzből, ami jelenleg a Paks 2 fejlesztésben folyik. A híd megépítésére a kivitelezést végző cégnek, a Duna Aszfalt Kft.-nek 40 hónap áll rendelkezésére. A munkák befejezésének idejét és ütemét a Duna vízállása határozza majd meg legfőképpen. Csúcsokat döntögetnek a koronavírus járvány adatai. Február 18-a óta, azaz a harmadik hullám kezdete óta a kórházban ápoltak száma a duplájára, a lélegeztetett betegeké pedig a triplájára emelkedett. Sajnos csúcsokat döntögetnek a koronavírus járvány harmadik hullámának adatai. Korábban soha nem tapasztalt magasságba ugrott a napi fertőzöttek száma, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Bármelyik járványügyi adatot tekintjük a mai napon, arról tudok beszámolni önöknek, hogy számosat tekintve olyan magasak a harmadik hullám felszálló szakaszában lévő járványügyi adatok, amelyeket korábban még soha nem tapasztaltunk. Müller Cecília hozzátette, éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy védetté tegyék a lakosságot. Egyrészt elkerüljük a fertőződést a higiénés szabályok betartásával, másrészt pedig a védőoltások beadásával megvédjünk mindenkit, akit csak lehet, de elsősorban is, mivel tudjuk jól, hogy nem elegendő a rendelkezésünkre álló vakcina, sokkal többen szeretnének oltakozni, mint amire most lehetőségünk van, ezért az oltási tervünknek megfelelően nyilvánvalóan, hogy a legmagasabb kockázati csoportokat részesítjük előnyben. Legfontosabb a legidősebbek beoltása, emelte ki a tiszti főorvos, ezért őket még egyszer megszólítja, hogyha eddig nem tették, regisztráljanak az oltásra, és fogadják el a számukra felajánlott vakcinát. Abban bízom, hogy az első megkeresést követően sokkal több információval a zsebükben, sokkal több szándékkal, sokkal több akarattal szeretnének most már oltakozni ők is, akik esetleg a kezdet-kezdetén még bizonytalanok voltak.
Nagy tisztelettel kérem a családtagokat is, hogy ne bizonytalanítsák el az idős embereket. Bármelyik felajánlott vakcina jó, amit használunk Magyarországon, hatásos és biztonságos. Magyarország teherszállító repülőgépe hozta Budapestre az újabb 450 ezer adagot tartalmazó Sinopharm vakcina szállítmányt csütörtökön, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, a tavaly tavaszi légihíd tapasztalatai alapján a kormány úgy döntött, hogy teherszállító repülőgépet vásárol, így az ország nincs kiszolgáltatva a piaci körülményeknek. Mára Magyarország abba a helyzetbe került, hogy az állam rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a bajban, veszélyhelyzetben be tudjuk szerezni, ide tudjuk szállítani, vagy elő tudjuk állítani a védekezéshez szükséges eszközöket, hangsúlyozta. A miniszter közlése szerint tavaly tavasszal világossá vált, hogy azok az országok tudják gyorsan és hatékonyan megvédeni magukat és a polgáraikat, amelyek ezekkel a stratégiai képességekkel rendelkeznek. A repülőgépnek sűrű hetei lesznek a következő időszakban is, írta Szijjártó Péter. Naponta már 500 orvos és egészségtudományi hallgató segíti az országos mentőszolgálat munkáját a koronavírus járvány elleni védekezésben, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A tárca parlamenti és stratégiai államtitkárát idéző közlemény szerint Sanda Tamás hangsúlyozza, mindannyiunk háláját és elismerését kiérdemlik az orvos és egészségtudományi hallgatók, akik már egyetemi éveik alatt pótolhatatlan hozzájárulással erősítik a járvány elleni védekezést. Ezek a fiatalok értékelése szerint felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek az emberi életek megmentéséért, emellett pedig eredményesen eleget tesznek tanulmányi és vizsgakötelezettségeiknek is. Ismertette, az országos mentőszolgálatnál októbertől februárig mintegy 26 ezer műszakban teljesített szolgálatot, mintegy 2200 hallgató, és csaknem 1000 egyetemistát vontak be kórházi, klinikai tevékenységek támogatásába. A koronavírus elleni védekezésben közreműködő hallgatók oltása folyamatos, munkájukért munkadíjban részesülnek, tanulmányi és vizsgakedvezményekkel élhetnek a tavaszi fél évben is. Az elhúlt hónapokban már kialakult az együttműködés, a közös feladatszervezés az orvos, egészségtudományi egyetemek vezetői, hallgatói önkormányzatai, a kormányhivatalok, az egészségügyi intézmények, a mentőszolgálat és az ITM között, olvasható a közleményben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tájékoztatom kedves nézőinket, hogy Kalocsaváros önkormányzata online megemlékezést tart az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az erre az alkalomból összeállított műsort a Kalocsa TV adásában március 15-én a Sportmagazint követően, illetve a 19.30-as híradó után tekinthetik meg. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!